Újabb adományt kapott a Karcagi Kátai Gábor Kórház, a Nexus közösség és a Biopeti Kft. közös szervezésében. A kórház dolgozói számára az egészségcsomagokból és maszkokból álló felajánlást Nagyné László Erzsébet főigazgató asszony vette át és köszönte meg. Ezzel az alkalommal nem csupán a külső védekezésre, mint például a maszkok használatára és a készfertőtlenítésre szerettünk volna hangsúlyt fektetni, hanem a kórházi dolgozók immunerősítésére is, hogy a szervezetük ellenálló képessége erős maradhasson a vírus okozta a behatásokkal szemben. A Nexus közösség megkeresett minket, ami az egészség témával volt kapcsolatos, nekünk külön a szívügyünk, ugyanis ö, fontosnak tartják azt, hogy helyi szinten ö, olyan karitatív programokban vegyenek részt, ami, ami, sokak számára igazából egy, egy pozitív dolog lehet. Egészségcsomagokat állítottunk össze a Karcegi Kátai Gábor Kórház dolgozói számára, hogy ezekben az időkben, amikor sokkal nagyobb terhelésnek vannak ők is kitéve, mint mentális, mint fizikális szinten, egy picit rá tudjunk erősíteni az ő immunrendszerükre is, Mitamin csomagokat ö, ö, vittünk el nekik, és egészséges italokat, hogy a munka közben egy kicsit ö, tudjuk őket támogatni ezzel. Mint megtudtuk, a jövőben is folytatódni fog az együttműködésük, hogy tovább képviselhessék az általuk is vallott értékeket, amelyek Karcag városához, a karcagi emberekhez kötik őket. Igen, tervezzük a továbbiakban is, hogy egészségtémában mindenképpen közös együttműködést tervezünk. Ezek mellett ugye sokszor sportnapokon képviseltetjük magunkat, nagyon sok karcagi sportoló szponzoráltunk van. Fontosnak tartjuk, hogy ilyen eseményekben is képviseltessük magunkat. Több fórumon is jelen vannak egészen az óvodás kortól, megkezdve az idősekkel bezáróan, hiszen az egészségtudatos magatartás és az egészségre nevelés a fő helyen szerepel a termékeik népszerűsítése terén is. Az elmúlt években is próbáltuk nem csak a, a, kereskedelemben érvényesíteni magunkat, hanem a városi szinten egészségnevelést végezni. Tehát előadásokat szoktunk tartani, fiatal óvodásokat, ugye vendégül látunk a boltban, szoktunk előadásokat tartani időseknek, tehát nyugdíjasoknak, akár egy teakóstolással, akár a vitaminok fontos szerepéről. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit, amit, amit érdemes boncolgatni újra és újra. Nagyon szeretik ezeket a dolgokat, tehát a prevenció szerintem a legfontosabb dolog. Bármilyen korosztály számára hálásak értek, köszönik ezeket az információkat, és úgy veszük észre, hogy nem csak, hogy, hogy átmegy az információ, hanem a későbbi időkben hasznosan alkalmazzák is ezeket.